Sziasztok, ez itt a Hunyadi Hétfő legújabb epizódja, a 14. ha jól emlékszem. És mi is történt eddig, illetve az előző részben? Először is úgy tűnik, hogy megnyerjük a háborút, amit nem is mi kezdtünk, de mindegy. Lényeg, hogy megnyerjük, nyerésre állunk a franciák. Talán Nápolyból kaphatunk egy pár falatot, nem hiszem, de hátha. És a másik pedig a nagy felfedezés, a rész végi nagy cliffhanger, hogy bizony-bizony a moszkvai trónra egy Hunyadi került, úgyhogy hát még szorosabbra fűződött a barátságunk, és véget is ért a háború. Velence szerint új riválisok vagyunk, kaptunk 10 favort, és 0 területet, yay! Azt mondja, hogy 7 dukátot kaptunk, Franciaország megkapta magának Viscayát, Cantabriát és Calais-t. Ja, meg Roussillont és Navarrát. Szívesen segítettem, mondhatni, de amúgy nem. Oké, és a probléma az, hogyha most meghalna a király, nő, akkor bizony bajba kerülnénk. Mert hogy nincsen trónörökös. Ugye ez alapvetően probléma. Egy olyan dolog, ami már dolgozunk, legalábbis remélem, hogy dolgoznak a kedves királyik. Na, hát ez a rohadság. Egyik sem hajlandó becsatlakozni az ottománok elleni háborúba. Ez micsoda? Na jó, most az a haditerv, megvárjuk még Moszkva szétszedi Litvániát, és aztán rátámadunk a lengyelekre. Akiket amúgy nem hívott be a háborúba Litvánia. Ez érdekes, lehet, hogy Litvánia kezdte? Igen, Dániát támadta meg. Mik vannak? Manpowerben még úgy látom van. Fejlődésre lehetőség, hol a hadseregünk itt van, jó megvan. Ja igen, mert hogy fel fognak lázadni a törökök. Ez benne van a pakliban. Szóval, hogyha most háborúba megyünk, és úgy hallnak a királynő, akkor kapunk egy random trónörököst. Ha nem, akkor viszont Personal Unióba kerülünk Franciaország vagy Moszkva alá. Mind a kettő rossz helyzet, az egyik csak azért, mert az egyik rosszabb, mert hogy ugye Personal Unióba kerülünk, viszont a jó sem annyira jó, mert az meg azt jelenti, hogy valószínűleg elveszítenénk a Hunyadit, mint családot. Hát igen, és sanszos, hogy Habsburgot kapnánk, és akkor ugye, hát bukjuk Moszkvát. Mint a jövőbeni lehetséges partnert Personal Unióba. Egyen a jó halad ez a háború, azon kell izgulni, hogy nehogy túl hamar jön a béke. Jó, ez megvan. Ja, és arról is volt szó egyébként, hogy áttérülünk. És őszintén szólva, utána néztem, hogy mégis melyik mit csinál. Melyik a protestantizmus és a reformáció, melyik mire jó, milyen a játékmechanikája. És a jelenleg a protestantizmus felé hajlok. Ó, elmész anyádba, de komolyan. Rohadj meg! Miért kell behívni engem egy háborúba Breslau ellen? Te most szivatsz? De most nézd már meg! Nézd már meg! Nyilvánvalóan az én hadseregre van szükség erre a háborúra, de te nem lennél hajlandó bejönni nekem segíteni. Jó, hajlandó lennél Ausztria, hajlandó lenne bejönni Lengyelország ellen. Az öntjománok ellen már nem vagyok hajlandó bemenni, mert hogy az már nem. Az már messze van. Tudod kifogadni, gyalogolni? Te barátom. Na, nagyon kezd fel... bosszantani. Nagyon finoman szólva. Felbosszantani az, hogy folyamatosan ezt játsszák. Egyik háborúba kijövök, behívnak a másikba. Annak vége, behívnak a harmadikba. Nincs jobb dolguk, de komolyan. Na, gyerünk, Moszkvai! Meg akarom támadni a lengyeleket több okból is. Remek. Van olyan terület, amire nincsen claimünk, igen ez. Azon túl viszont nincs. Úgyhogy igazából akár haza is jöhetne ez a kém, de... még maradjon egy kicsit. Mert hogy hívják? Spy Network, ez például segít a gyorsabb ostromokban is. Tehát nem csak arra, hogy hoppá, a kievek fel fognak lázadni, és nincs ott senki. Szóval,
nem csak arra jó, hogy, hogy klémeket fabrikálni, hanem úgy általában másra is. Apróságokra még, még hasznos. Na jó, menjek segíteni? Mert hogy még mindig nem sikerült oda ja, vége. Vége a háborúnak, és nem kaptam róla értesítést, hogy mi lett a vége. Remek. Remek. Kiváló dolog történnek. 39 éves Hunyadi Erzsébet, aki lehet, hogy az utolsó hunyadi királyunk lesz, illetve uralkodunk. Ez esetben a hunyadi hétfő nem ér véget, csak átneveződik Hungary hétfőre. Mert miért ne? Illetve még arra gondoltam, hogy... illetve azon gondolkoztam, hogy ugye jövő héten jön az új kieg, és ezzel a patch, ez egy ilyen DLC és unit pack között félúton lévő 10 dolláros immersion pack nevű dolog lesz az oroszoknak és az orosz területeknek, és arra gondoltam, hogy ugye általában ezek nem szokták szeretni a szép gémek egymást különböző patchekből. Kapunk valami nagyon jót, vagy stabilitást, az kéne, vagy pontokat, vagy pénzt. Stabilitás, nem is kérdés. Szóval ez esetben folytassam-e ezt a kampányt, és arra jutottam, hogy szeretném folytatni mindenképpen, és az lenne, hogy mindig, illetve hát vissza lehet állítani a verziószámot, és mivel jelenleg nem csak ezen a verzión játszom, sanszos, hogy és van most még más játékom is, más elkezdendő játékom, vagyis befejezendő játékom, szóval sanszos, hogy mégis egy gyere haza, mert nem tudok itt küldeni, megnézni, hogy háborúzhatunk-e. Most Ausztria nem csatlakozik, és mi a szér nem, mert adósága van, jó. Tehát, mivel vannak még befejezendő játékaim, és még ez a sorozat is tart, ezért arra jutottam, hogy ja, valószínűleg maradok ennél a verziószámnál, és ezzel fogok játszani. Folytatom a sorozatot. De ennek ellenére lesz bemutató videó az Immersion Packről, hogy ez mégis mit jelent, mi változik, mindenképpen a régi idők szellemében fogok bemutató videót csinálni róla, amint tudok. Valószínűleg nem megjelenéskor, hanem mondjuk a hétvégén, azaz egy hét múlva. Úgy van egy öt disziplinás tábornokunk, ez tök jó. Vagyis disziplinás, plusz disziplinás tábornokunk, ezt meg fel is béreltem, most még nem kell. Itt meg egy text modifier 10%-ot adna. Azt jelenteni, hogy... egy pont 4-en növekedne, az esetben nem csökkenne. Ha értitek, mire gondolok, 4.9... 3.6... jó. 0.4-jel fizetünk, az tök jó. Közben nem történik semmi. Még mindig megvédik. Ez a baj a historical friends-ekkel. Mert hogy Litvánia és Lengyelország történelmileg barátok, és ezért nagyon-nagyon-nagyon le kell harcolni Litvániát, hogy, hogy ne védje meg a lengyeleket. De megpróbálunk kivárni, hogy ugye Moszkva hátra kihúzza addig a háborút. Hogy áll a háború egyébként, mert az sem mindegy. Nyerik, de csak 20%-kal. Mondjuk ő a war leader, ő meg 40-nel nyeri. Akármi lehet. Közben azért azt is lehet nézni, hogy annak ellenére, hogy Lengyelország megvédené, még a lengyel sereg folyatkozhat. 34 ezeren vannak jelenleg. És tudunk technológiát venni. 56, így. Nagyon közel van. Nagyon szeretnék háborúba menni a lengyelek ellen. Nem szeretnék egyedül menni, de hát látjátok milyenek, senki nem segítene. De tényleg elképesztő. Folyamatosan benne vagyunk a rohadt háborúikban, és így nem. Tehát így nem. Kapunk egy presztízset, 10 admin és 39 aranyat. Jó legyen. Ausztriának kifizethetnénk az adósságának egy részét, és akkor... akkor valószínűleg becsatlakozna. Igen, akkor tuti becsatlakozna. De most abban reménykedem, hát ha elfogy az adósága. 70-66... Ha küldünk nekik aranyat... úgy 200-at...
Hát, ha abból kifizetik kicsit az adósságukat. Igen, kifizették, és most már becsatlakoznak. A háborúba, hogyha úgy alakul. Hát alakuljon úgy. Arra várunk, hogy a litvánok ne védjék meg. Arra azt nem váradunk mi. Még egyszer kéne elverni a litván sereget valakinek, és akkor szerintem meg lenne. Most éppen a litván sereg nyert. 70-69. Nagyon közel vagyunk. Két dolog zavar csak, az egyik az a lázadók, akik valószínűleg abban a pillanatban fellázadnak, hogy eljövök. A másik ebből következik, hogy nincsen itt seregünk éjszakon. Lássuk csak. 70-69 még mindig. Ha. És most már nem védi meg őket. Senki. Oké, legyen az, hogy gyorsan idejövünk. És hogyha fel is lázadnak a törökök, attól még nem fogják elfoglalni a területet azonnal, mert ott az erőd. Úgyhogy addig mi gyorsan leverjük a moldávokat. Az hogy hangzik haditervnek? Mert nekem tetszik. Közben itt északon hagyom ezt a 16 ezeres sereget, ehhez hátra becsatlakozik az osztrák haderő. És legyen a Vorgol Krakó egyértelműen. Szászország is jön. Szerintem jók leszünk. Szerintem jók leszünk, próbáljuk meg. Jó. Háború indul, te odamész. Lássuk, hogy hogy áll a két harcoló fél. 47 a 32 ellen, 15 a 16 ellen, 97 ellen. Kiegyensúlyozott, ami nem feltétlenül öröm, hiszen a kiegyensúlyozottság az mindig a... Itt vannak. Persze, hogy itt vannak. Szóval a kiegyensúlyozottság az mindig kedvez a védőknek, de most hát, ha mégiscsak a mi malmunkra hajtja a vizet. És jönnek a lengyelek, és az osztrákok nem akarnak segíteni. És persze, hogy jönnek a török lázadók is. Kemény lesz. Úgy érzem, hogy fel kell vennünk majd kölcsönt is. Hiszen az első háborúk, illetve az első csaták nagyon fontosak, úgyhogy... Úgyhogy kicsit megpróbálom behozni a seregemet. Jó, egyenlőre tesz vesz, megjöttek a szászok is, és Pestet el fogjuk veszíteni. Mert elfelejtettem bekapcsolni a pesti erődöt. Ja nem, Pesten nincsen erőd. Haha, hát értem én. Csak nem tetszik. De úgy látom nem állnak meg Pestnél, hanem Somogynak mennek. Én úgy érzem, hogy ezt meg tudjuk verni azt a hadsereget. Nagyon-nagyon biztos vagy benne, hogy meg tudjuk. Sőt, igazából még talán arra is van időnk, hogy itt manőverezgessünk. Hiszen elvileg ez a sereg nem tud átjönni Bécs miatt. Krajna felé, nem, ott meg Karintia van, nem tud átjönni. A trencsényi sereg tudná utánpótolni. De hát, ha nem teszi, de elindult, remek. Viszont ott hát a feltartják. Ó, jaj. Jó, ez megvan, ez Stack Wipe, és most megyünk fénysebességgel felszabadítani. Simán ágyalogol. Igen, ez a baj... Ó, megnyertek ezt a csatát. Remek. Ez a baj az AI-jal, hogy simán ágyalogol az erődön, mikor nem lenne neki szabad. Próbálj megverni a szászokat is. Nem fog sikerülni. Nem érünk oda időben. Jó, akkor vegyük be Krakót, azt mondom. Jó, egyenlőre minden remekül alakul, hogyha ezek itt győznek az ostrommal, akkor utána felszabadíthatják Konstantinápolyt. Ez a terv egyenlőre. Ó, ott van egy 27 ezeres, mert miért is ne lenne ott? Úgy érzem, kicsit sokat vállaltunk azzal, hogy egyszer két ostromot viszek itt, úgyhogy ezt felküldöm északnak. És aggódok tovább Konstantinápolyért, mert oda két sereg kéne. Egy nem elég. Úgyhogy ha megvan Moldáviában az ostrom, az sem lesz elég. De hova mész? Mész az osztrákok után? Jó. Nem. Nem jó. Vissza. Ajajajajajaj.
Megvan Moldova ostroma. Jó. Ez mindenképpen öröm. Azt kéne, hogy mondjuk ide tudunk jönni? Nem. Jó. Akkor... aha, rájuk támadnak. Jó, becsatlakozunk, és megpróbálunk segíteni. Szerintem ez meg lesz, mivel mondom, a disziplínánk nagyon magas. Mennyi is? Száz... a száz... Miért száz? Miért az övét veszi alapul? Szörnyű. Minden esetre... ja, nyertünk csatát. Jó, és... ezzel pedig leverem a konstantinápolyi felkelést. Krakkó ostroma nagyon fontos lenne nekünk. Érthető okokból az a vorgól. Mármint, hogy érthető okokból, mert hogy az a vorgól. Vegyünk fel, vagyis háborús ilyen izét adjunk ki. Jó? Jó. Az osztrákok nem tudom, hova rakták a seregüket. Nincs sehol. Közben a lengyelek beszálltak egy másik háborúba is. Nem, csak körbe mennek. Vagy valami ilyesmi. Jó, ezzel szerintem simán nem fogjuk tudni verni ezt a... ezt a pár katonát itt. És akkor innen rendben leszünk. Délről. Keletről még lesz probléma, de... Nem vészes. Még azért ez kapcsoljuk ezt az erődöt, meg ki tudja. Szóval biztos, hogy muszáj leszek felvenni kölcsönt. Ebben 100%-ig biztos vagyok. Mert, hogy látjátok, nagyon fogy a pénzünk, és nagyon kevés van. Várjatok. Lehet, hogy tud adni nekünk pénzt a városi réteg. Nem tud. 1533 november, az késő lesz, de azért majd örömmel fogadjuk. Szóval valamiért itt elaprózó vannak a lengyel seregek, nem igazán értem, hogy miért. De nem is baj. Így gyűlnek. Nagyon örülnék, hogyha sikerülne bevenni ezt a Krakkót, mielőtt ránk támadnak. De menjenek le, egyik meg az osztrákokat. Érdekel. Aha, jönnek is. Jó. Valószínűleg szoros csata lesz, de én hiszek az... aranylábú, aranykardú vitézeinkben. Közben megérkezett az osztrák fősereg. Na! Nocsak. Üdv, sógorkoma. Nagyon kitartóak voltak a lengyelek. Oda is össze 11 ezer katonáink, nekünk 10... nem, nekünk 11, nekik 12, 13. De... de nyertünk. Megnyertük. Nagyon fontos csatát sikerült megnyerni. És most már... közel vagyunk ahhoz, hogy bevegyük Krakkót, és mert nagyon fontos nekünk, ezért most fizetünk érte. Nem fizetünk. Mivel visszavonult a sereg, ezért nem kell. Közben egy csomó kászhozból kaptunk, felvettünk kölcsönt, 49. Utána, amikor megáll 49-em, ez a dolog. Közben lássuk, hogy mit kérhetnénk el. Mondjuk ez nem kell. Mondjuk ezeket szeretném. Mit szólsz hozzá? Európát nem érdekli, azt nem érdekli, az nem. 46. Jó. 46 warscore kell, és sajnos muszáj vagyok ezt bejátszani. Mert soha bűnös esetben nem fogjuk bevenni. Amikor megáll 49%-on, akkor az azt jelenti, hogy nem akar tovább lépni. És most megállt 49%-on. 71. A rohadt anyádat. De komolyan. A 71% azt jelenti, majdnem azt jelenti, hogy egyenlíthet az esély annak, hogy nem vesszük be. Közben ott elolvad az egyik osztrák sereg, és ránk támadnak. Valószínűleg jön velük ez. 4 nap van hátra, ez ideér, 4 nap múlva, tehát vagy pont bevesszük, vagy nem. Nem. Hurrá! Ó, basszus. Meg fogjuk nyerni ezt a csatát, szinte biztos, de hogy rengeteg veszítünk vele. Az is tuti. Mert az osztrákok így nem. 14 ezer katonát vesztettünk, és megvan Krakkó ostroma, konkrétan egy nappal később kellett volna bejönnöd. Jó. Most hazajövök, és
és utánpótlom a hadsereget, muszáj leszek, egyszerűen, tehát hogy így muszáj. Megvan Krakkó, hogyha megpróbáljuk visszavenni, akkor rájuk támadunk, és milyen lesz az előny, de hol van az osztrák fősereg? 12 000 serege van az osztrákoknak? Komolyan? 25. Hol? Ott van. Hol vagy? Miért ott vagy? Miért nem bírsz menni a csatába? Persze, most megy már fel oda, mert hogy megtámadtak. Megtámadtak. Na. Jó. Legyen az, hogy ráküldünk Ratiborra egy sereget. Nincsen olyan táborunk, aki jó lenne. Oké, akkor te jössz ide. Bár eddig is ott volt. Mindegy. Itt kikapott az osztrák sereg. Hurrá! Ratiborra ráküldjük ezt a sereget. Ez is Highlands, tehát nem a legjobb védekezni ezen a területen. De... De hogyha... Ha rájönne, akkor csak simán... utánpótoljuk. Így. Ott lesz egy csata, amit el fog veszteni az osztrák sereg. A szászok nem akarnak véletlenül külön békét kötni. Véletlenül sem. Nézzétek meg, van egy csomó, hogy hívják ezt, zsoldosom, és így is a felére esett a manpower-öm, úgyhogy a háború még alig, hogy tart, mondjuk két éve, de majdnem, hogy alig, hogy tart a háború. Yeah, sure. Viszont kérhetünk pénzt végre. Kösz. Nem nagy segítség, de... De azért számít ez is. Abba reménykedem, hogyha bevettük Ratibort, akkor utána már külön hajlandók lesznek békét kötni. Így közben rengeteg reguláris katona szív. Kicsit alakítsuk át, hogy ez hogy néz ki. Ezek nem kellenek. Ti gyertek haza, és innen pedig kiküldjük a zsoldosainkat. És az összes ágyunkat, ami egy. Jó. Ez így fenntartható lesz az ostrom. Most abban kell reménykedni, hogy sikerül ezt a háborút lezárni, mielőtt a törököknek kedvük támad ránk támadni. És jönnek már, megint jönnek. Hát megnyertük persze, hogy ne nyertük volna, de nem az a kérdés. Jó, ti gyertek haza, hanem az, hogy megint vesztettünk. Megint vesztettünk kb. 4000 manpower-t. És meghalt a moszkvai király, viszont az uralkodója hirtelen azt hittem, hogy mi. De ugye nem? Mert arról jött volna üzenet nekünk. De az merész lenne. Nem. Van egy régens királynő. Igazából, ahogy nézem, konkrétan mi vagyunk itt az uralkodók. Mert a régens királynő uralkodik, aki nem mi vagyunk. De mi vagyunk? Nézzétek meg, mi vagyunk a régens királynő. Nem írja, hogy hány éves a királynő, de ez... Ez szinte biztos, hogy mi vagyunk. De a játék mégsem úgy veszi, mert külön számolja ezt a két dolgot. Közben itt is csináljunk egy ilyet. Hát, hogy gyorsabban megveszhetősöm. Tényleg szerintem már csak ez az egy vár kell, és lezárhatjuk a háborút. 59-83, necces. Attól függ, ha az ott megvan, akkor valószínűleg nem lesz elég. Ó, itt meg eszik a... Az attrition-t. Persze, hogy megvan. Persze, hogy nekik megvan az elsőre, nem elsőre, de hogy így nagyon gyorsan. 49%-ra megvan az ostrom, nekünk meg nincs meg az ostrom.
10 prestízset vesztek, igen. Ez nekem megfelelő. 35, 49. Ja, vegyük fel megint. Közben tudunk itt fabrikálgatni. Erre már van fabrikálva, akkor ez a következő. Igen. 49. Vegyük be, mielőtt ideér a sereg, légy szíves. Köszönöm! Jó. Matthias Dévai. Dévai Mátyás. Miért jó nekünk Dévai Mátyás? Mert vagy kapunk egy teológust, aki 53-as szint és 50%-kal olcsóbb, vagy kapunk egy inquisitort, aki 50% olcsóbb és 3-as szintű, és protestáns lesz Sopron és Zemplén. Elmondom, miért ezt választom, mert hogy amúgy is protestánsok akarunk lenni. Úgyhogy. És a következő része ezzel fogjuk kezdeni egyébként, csak mondom. Most már csak szeretném lezárni ezt a háborút egyelőre. Jó, ez megvan, és nem... Nem hajlandó. Jó, még az az ostrom kell, valószínűleg. Menjünk fel. Jé, van egy új trónörökösünk! Nő, de trónörökös, 4-3-4. És Hunyadi! Szóval, tisztázhatjuk, hogyha nőnek születik trónörököse, az is megtartja az anyának a dinasztiáját. Ez tök jó. Viszont nem akarom, hogy azt az ostromot véletlenül feladják. Úgyhogy menjünk szépen oda és segítsünk be. És nagyon alacsonyan van a manpowerünk. Miután cost csökkent. Remek. Jó, megvan Varsó ostroma. Ez a csata véget ér, és szerintem a háború is azzal. És nem segítek be. Nincs az Isten, hagyjatok békén. Nem, elegem van Ausztriából. Kéne nekik a segítségem. 59%. Ez már belokkolt, szóval csak manpower-eset tudnék küldeni, azt meg nem fogok. Hát nem, nem elvesztettük. Viszont nagyon alacsony lett a háborús, akármi csodájuk. És hogy kérünk pénzt tőlük, kérünk területet. És ennyit adnak, igaz? Ennyit vagytok hajlandók adni. Ó, még egyet átadnak, nézzétek már. Tárnovot még átadják. És Litvánia becsatlakozna ellenünk. De nem számít, mert Litvánia és Lengyelország vannak ketten. Vagy meg tudjuk kérni Tárnov helyett, hogy ne barátkozzon Litvániával? Ja, már nem barátkozik, tényleg felbomlott a szövetségük annak köszönhetően, hogy mi... hogy elutasították azt, hogy behívtuk háborúba. Tehát ilyenkor kiküldi a játék a Call for War-t, vagy Call for Arms-t. Kiküldi a játék a lengyelek nevében a litvánoknak, csak azok elutasítják. És akkor automatikusan megszakad a szövetségük. Ezt el is felejtettem. És hogyha ezt kérjük el, azt nem adják. Jó, legyenek ezek a területek. Vagy... Warrap. Warrap sem lenne rossz. Ez hány development? 8. Jó, legyen inkább ez. Így. És kapunk pénzt is. Valószínűleg az osztrákok is kapnak belőle. 200 aranyot kapunk mi. Jó. Nos, ezzel véget is ért a háború. Látjátok, azért mi elég súlyos veszteségeket szenvedtünk, de nem a semmiért. A Ratibori erődöt azonnal leromboljuk, de hogy így nem is kérdés. Elindul a kórosítás. Így. És még esetleg ezt vissza tudjuk fizetni? Vissza, bár alig maradt pénzünk. Hűha. Aztán visszafizettük most a kölcsönt és vehetjük fel a következőt. Nem? De, valószínűleg igen. Minden esetre köszönöm a figyelmet, ez volt a mai Hunyadi hétfő, és még úgy látszik nem fog véget érni a sorozat, mert lehet egy újabb Hunyadink a trónon, és Csinolban a második királynő. Elég érdekes. Közben Európában történt-e valami? Moszkva nem szerzett területet Litvániától, Dánia viszont szintén nem. De, mintha ezeket...
Ah, nem tudom már, lehet, hogy ezeket... Ah, igen, ezeket megszerezte. Innen folytatjuk, köszönöm a figyelmet, és találkozunk nem sokára. Sziasztok!